Bok Józsi bátyát küldött nekünk egy kis ermitást. Csókoltatom Józsi bácsit innen is. Mondd egy pár kortyot azért, hogy jó hangulatú legyen a beszélgetés. Nagyon szépen köszönjük. Egészségedre. Erre van időd néhány? Borozgatni egészségedre? Borozgatni? Esténként szoktam, igen. Feleségemmel leülünk, vagy hogyha éppen vendégek vannak, vagy éppen veled. Igen. Hogyha nem kell vezetni, és már otthon. Otthon vagyok, akkor kiülök a teraszra nyáron, vagy szép őszi napokon, és akkor fölbontunk egy-egy rozét, vagy egy bort. Bok Józsi bácsiét előnyben részesítjük természetesen. Nagyon finom, és akkor eliszogatunk. A Gábornak jó. A Bok Józsi küldött egy 99-es bokküvét. Ajándékot szeretnék adni neked. Bok Józsi, a Villányi Borász barátom küldött egy küvét. Attila, de jó, hogy itt vagy. Örülök neked, egészségedre. Azt mondtad, hogy értesz a borokhoz. Kóstold meg is. Szoktam olyan dokumentumfilmeket nézni, amiben látom, hogy hallom, hogy miket szoktak mondani. Hát először is nem kóstoljuk meg rögtön, hanem egy kicsit megszimatoljuk, megnézzük. Vérvörös szín, a hordó illata, erőteljesen gyümölcsös, zamatú. Ez tuti, hogy egy villányi bok. Ez nagyon jó. Nagyon ügyes vagy. Na, főleg, hogy a poháron is rajta van. Tehát, hogy... Az és van időd neked ilyesmire egyébként, hogy borozgatni? Hát most van.